Üdvözlök mindenkit, én Oxmart vagyok, ez pedig itt a kis Heroes sorozatunk következő epizódja. Meglepően nagy sikert adott ez a sorozat, illetve az első részek. Nagyon-nagyon tetszik nektek valamiért ez a Heroes. Sokan írtátok, hogy ti is jaj, de rég játszottatok vele, elővettétek újra, nem lenne kedve megint játszani, veletek játszani, stb. Illetve nagyon-nagyon sok tanácsot adtatok mindennel kapcsolatban, a felét nem is értem ennek a játéknak, rájöttem, tehát annyi mindent tudtatok írni, annyi érdekességet mondtatok, meg annyi dologra kellene még figyelnem azon kívül, amire a videózáson belül szoktam figyelni, hogy egyszerűen elvesztem a kommentekben és az írásokban, de minden esetben nagyon köszönöm szépen, hogy ilyen aktívak voltatok ezzel kapcsolatban. Amondó vagyok, hogy mivel nem mostanában vettem elő újra ezt a játékot, körülbelül egy 3-2 hete játszottam ezzel, és ugye vettem fel videót belőle. Szóval vissza kellene valahogy rázódni. Megnéztem az előző részt a saját videómból, hogy tudjam, hogy hol tartok. Kinda funny. Szóval nagyjából ott tartok, hogy éppen ezt le akarom zúzni, most foglaltunk el egy várat, aki esetleg ugye most csatlakozik be magába ebbe a sorozatba. Van egy nagyon-nagyon király várunk, illetve három várunk is van, alapvetően mi a nekromanciával foglalkozunk, és őt el akarom küldeni. Hova? Ide? Mire akarom őt ide küldeni? Nem akarom őt ide küldeni. Hova akarom őt elküldeni? Megjelentek közben ugye a hétnek köszönhetően lények. Valahol írtátok, hogy itt éjszakon van valami cucc, amit fel kellene szedni. Itt ezt. Jó, ezt megyünk, felszedjük. Bal klikkel. De én már automatikusan jobb klikkel klikkelek. És oké, rájöttem, hogy jobb bal klikkel kell. Rendben, rendben. Oké, csak visszarázódunk. Jó lesz ez. Na most nézd meg, eltűnt. Na nem baj, elkapjuk. Ezt a kékektől foglaltuk el? Úgy emlékszem. Várj. Ó, jaj. Neked kell vissza, gyere. Kell egy hős, aki megvédi a várunkat. Nagy gáz van. De feltem, hogy lesz mindjárt. De nem mész sehova. Miért mindig történik ilyesmi? Oké. Jaj, már van... Ki ez? Zoltán! Persze! Akkor Zoltán van itt, akkor nem is kell, hogy maradjon. Viszont... mindenféleképpen fel kellene tankolni egységekkel itt. Mert problémákba ütközhetünk. Nem, meg is történt. Nem is volt nehéz, mi? Jó. Most jó, tök jó, hogy téged elküldtek, most megint elküldhetlek vissza. Nem érdekes. Kettő is... Kettő? Aha, itt kettő égkő is van. Jól van. A tüzes hölgyemény, azt természetesen ide reirányítjuk, ezt ide voltál, még nem látogattál, akkor nézd be oda. Van valami? Nem, semmi. Tüzes hölgyemény tartja ugyebár a... Úristen, mi a halált? Alapkapunyítás, az király. Kárhozott a kelét, bla bla bla. Maradjunk ennél. Bűbályosság az nem rossz, nekünk ez jó lesz. Ezt le tudjuk nyomni? Le tudjuk vele nyomni. Azért vannak egységei, nem? Succubusz. Van nála minden, ami kell. Jól van. Ő a futrinkánk, azt tudom jelenleg. És ő megy és felszedi azt. Akkor nincs is szükség a másik futrinkára. Nem érdekes. Ezzel pedig megyünk agresszívoska... Az hogy került oda? Nem mindegy. Mennyi manánk van? Akarjuk a feltetően manánkat. 125 a 135-ből, szóval nem lesz szükség rá. Viszont ezt itt lecsapjuk. Csatlakoznál? Van hely? Mondjuk ezt a... Melyik éri meg jobban? 13 támadás, 13 védekezés. 7 támadás, 14 védekezés. 19 életpont, 50 életpont. Szerintem ezt a 6-ot lecserélem erre a 8-ra. Nem tudom, ezt mennyire látjátok bölcsnek, de... Szerintem legalább valami tankegységem lesz. Ez, én annyira nem szeretem különben sem a szellemeket, de hát... Még a manát tud szívni. Mert... Nem érdekes, jó az, tanknak jó lesz. Fentankosítjuk. Te mi vagy amúgy? Várj. Te mi vagy? Tol vagyok menedéke, információkkal lát el minket. Hát ez most annyira nem, nem égető.
feladatot. Még egy ló. Hát, ha kapunk még egyet. Még egy lovat. És ezek a lovak itt most nagyon elszaporodtak. Jó. Zoltán, te akkor maradj ott. Nálad bevásároltunk. Most ugyanoda mentem vissza, csodás. Itt. Kéne valamit csinálni, nem? Egyenövül a csontsárkányok és ánsárkányok nevelését. Az király. Itt minden megvan? Itt mindent kiszedtünk már. Wow, 5 darabot tudok venni? Csontsárkányból? Az azért az medesz. Ja, ez nem rossz. És ezzel mit tudok csinálni? Ja igen, ezzel át tudom változtatni azonos szintű élő holtá a nem élő hadlényeket, de erre nincs szükségünk, hiszen van egy másik hősünk. Nagyjából meg vagyunk. Na akkor ennek a körnek így gyorsan vége lett, azt hittem, hogy gyorsan jobban bele kell. Ó, ez az, gyere! Csata! És békén hagy. Ó, ott lent is van, ott lent is van. Látjátok? Én látom. A sárkány alulról támad? Ó, ne, menj, az a haza kell menni. Hát, ha ezek egymásnak ugranak. Itt van a sárga. És ott a kék. Figyelj, egymásnak fognak ugrani. Te hazatalálsz, ugye? Jól van, hazatalálsz. Húzás, haza. Szóval akkor lehet, hogy nem kéne elmenni olyan túlságosan agresszívan, ahogy hátba támadjanak minket. Így, húzunk haza. Nem tudunk beszerezni nagyjából itt semmit. Valamit kéne hozni. Verem lakókat tudunk toborozni. Ez nem rossz. Ördögöket is tudunk toborozni. Ez király. Tornyot és árkos terepet ad. Na, itt az a védekezés, ez kulcsfontosságú lesz, mint pár darab verem lakó. Hát ez easy peasy lesz. Na mindegy, alázzuk meg keményen. Nézzük a lovaink, az, hogy funkcionálnak. Természetesen be kell védenünk a... azokat a... az egységet, amiket vészesek. Mondjuk ezt bedobjuk ide a sarokba, te mondjuk ide. Ja, azt nem lehet volna lementeni? Na mindegy. Jaj ne! Te lopni fogod a manámat. Te gonosz ördögi lény. Ahogy tényleg ezek, ez ördögi cucc, nem? Akkor azt a csajnak kéne adni. Ezúttal hogy egy társam a Traubi lesz. Nem tudom, nem emlékeztek még a Traubira. Egészen jól bírta. Te nem sietsz, te sem sietsz. Lássuk, milyen energiái vannak. How dare you? Ó, viszont a cuccait, nem tudom, el tudom venni a cuccait? Király lenne. Jó, mindegy, az úz le. És valamit. Megse... Mi a... Wow! Wow! Kicsit többet veszítettem, mint amit szerettem volna. Ez nem volt túl jó, tehát hogy benyomtam őket egy csomóba. 23-at veszítettem. Ja, jó van. Ja, persze. Így. Hát azok a csontink azok meghaltak, de azért köszönöm. És összeszedtem a... Na. Ó, össze bizony. Nekem mindenfélén van. Már lehet régebről. Na! Azt mondja, hogy van itt még tüzes ló. Give me that tüzes paripa. Üldözzük őket, több XP. Megjegyezte. Oké, egyik sem ér el idáig, ezt kivéve, de azt, majd azt ütjük először. Ebből tuti kettőt megölök, ebből nem ölök meg tuti kettőt. Szóval... megölöm ezt, mert ez veszélyes. Ez elér idáig? Bizony. Megölöm őt. Szintén veszélyes. Ő várj. Ővel pedig blokkolom ezt az utat. Így nem lesz probléma.
Mhm. Na lássuk. Lócsata. Az én lovam nyert. Lányom most ne nézzen neki, de komolyan. Ó, 6 darab. Nem kell, kösz. Második szintű varázsat megtanulva. Oh, give me. Mi az, hogy megvan tanulva? Na mindegy. Ó, itt még vannak. De itt hogy lehet? Na mindegy. Elmenjünk erre. Ezt összeszedjük. Veled... Ja, persze. Néha a térkép kicsit így megváltozik. Én ezt szeretem, amikor ilyen alapállásban van. Biztos erre is van egy gomb. De ezt meg majd ti tudjátok. Persze, hogy nem tudod felszedni. Miért is tudnád felszedni? Valahogy nem vagyok meglepve. Ezeket itt ki kellett volna lootolni. Fényszava. Varázslat elleni immunitás. Ez olyan kell nekem? Lehet. Lehet, hogy nem. Ki tudja. 15 egységem van még ott. Várjál, és ebben mennyi van? Hát ebben nem kaptunk infót. Hősönként egyszer... Mit kapsz? Plusz egy támadást ad, nem értem. Hát ez neked nagyon fontos, hogy futrinkának, ez a plusz egy támadás. Na jó, igazából sokkal jobban izgulok emiatt, a terep miatt. Lássuk, hogy megtámadnak-e. Ó, a kék már jön. De nem erre. Hátba akar támadni. Kapd el, sárga! Kapd el! Ezek tudnak szövetkezni ellenem? Nem, sárga meg hazamegy. Megerőszakoljuk a kéket. Már hogyha van rá elég. Raj, raj, sok falka, falka. Nincs esélye. Annak. Viszont mi van a nősztényemmel? Lássuk. Nehéz. Ajaj. Na jó, akarjuk mi ezt kockáztatni? Annyira nem. Na mindjárt beújítunk valami királyat. Mondjuk, miből van nekünk sok? Van nekünk ebből a felvigyázunkból sok, kevés szukkubusz. Ez inkább védekezésre jó ez a sereg. Felett áldozni a lényeket tapasztalati pontokért, csak éppen... Oh, I want that. Dühöngő ólak. Ezek Cerberusok. Ah, itt vannak a lovak. Nem nagyon akarok én még ördögöt, mert ezt azonnal kiszniperelják. Verem urak segítenek? Fene tudja, nem tudom. Nem tudom, mi legyen. Most haza kell húznom innen? Mondta, hogy itt nem tud átmenni. Nem nagyon tud átmenni, jól van. Na jó, akkor hazahozom. Majd itt körül lesz nézve egy futrinkával. Nem sietünk. Te akkor menjél vissza védekezni, mert rád figyelek. Még vigyázni kell, meg ilyenek. Maradj ott inkább. Tehát itt meg tudja védeni szerintem úgy, hogy nem támad be. Tehát nincsen semmi, konkrétan nincsen semmilyen távolsági támadója Marbasznak, a démon úrnak. Én nekem pedig van egy cupuszom. Na végre ezek fel lettek szedve. Nem tudom, valakinek nagyon-nagyon nem volt nyugodt a lelke a kommentelők között. Hogy ezek nincsenek felszedve, fel lettek szedve. Úristen, hova mész? Ne menj is ahol. Jó, viszont akkor ezzel a futrinkával akár körbe is nézhetnénk. Arra, amerről most így nem tudok kenni. Felderítő! Mostantól ő felderítő pozícióban van. Te pedig itt átveszed a futrinka helyét, felszeded az ingyenes lényeket. Stb. Stb. Tudod a dolgod? Mindenki tudja a dolgát. Na már most... Nagyon kevés az érc, vagy mi ez. Viszont el kellene kezdeni. Azért ez király, nem? Majd mindjárt itt vagyunk a hét végén. És megnövelni a sárkányok... Lássuk. Hajók...
elveszett lelkek, ez az a könyve kell hozzá, de ezt soha életemben nem találtam még meg. Asa könyvét. Veszünk ilyen sárkány növelőt. Új, tudok így mászkálni. Ez de jó. Na jó! Oké, utolsó kör. Te mit csinálsz? Nem. Annyira nem szoktam hozzá a bal és jobb klik felfordításához mostanában. Ugye a jelenlegi játékokon, amikkel játszok, főleg jobb klikkel kell nyomatni mindent, és a bal klik az kicsit el van hanyagolva. Itt viszont mindent bal klikkelni kell. És a jobb klik van elhanyagolva. És vissza kell szokni rá az ujjaidnak. Oké, szerintem megijedt. Nem kell félni. Nem fog fájni. Oké, akkor megyünk tovább. Meg sállunk. Mármint, hogy Smox átnéz Emide, de itt meg már van egy eléggé szép védekező sereg Zoltán fennhatósága alatt, ami azt jelenti, hogy nem kell féljünk. De nem lehetne esetleg, hogy te gyorsabb légy egy kicsit? Mert most így lépsz vagy 12 pöttyöt, az annyira nem sok. Vagy meg kéne gyorsítani. És nézd meg, ez is tök sokat tud menni. Jó, annyira nem sokat, de azért tök sokat. Nincs esélyem. Kincses láda. Hős nyersú vásárolt, hogy adhat el. Az nekem nem kell. Ezt a futrinkákkal, illetve felderítőnkkel, bocsánat. Körbenézünk. Egészen nyugisan telnek ezek a napok, hetek, hónapok lassan. Már meglátogattam, örülök. Jaj, tényleg, akkor nézzük meg a másikban is, hogy van-e esetleg ilyen növelő cuccunk. Mi hiányzik? Lich megvan. Mi hiányzik? Persze a kaszás. Kell nekem kaszás építő. Lidercek. Ez kell nekem. Kaszások. Jégni. Most már kaszásokat is tudunk termelni. Jól van, jók vagyunk. Mindenből megvan a full termelési lehetőség. Hát, hölgyeim és uraim, nagyon jól állunk. Na, még egy nap mehet. Ennek a hétnek úgyis vége lesz lassan. Sárga játékos. Oké, teljesen eltűntek a területemről. Mostantól minden tiszta. Lehet, hogy lesz valahol. Még egy vár. Hölgyeim és uraim, ezt a várat, ennek még nekifutunk, jó? És akkor ez lesz a fináléja ennek a résznek. Dotfall? Vagy kapu? Wow. I want this. Oké. Azt mondja, hogy te nem tudom, te ne a szélén legyél, mert az tök fölösleges, te legyél a szélén, te is a szélén legyél. És el legyetek osztva, mert ilyen OS sebzéseket tudnak ezek osztogatni. Ami szomorú. Te maradj el elő. Jó, nagyjából minden megvan. Kezdjük. Úgy is te kaput. Mi? 8 meg? Értem. Oké, hát akkor te menj előre. Így rán, hogy itt, aha. Itt, belevittem szegényt a lávába. Értem, bocs, nem direkt volt. Na mindegy. Ez egy darab van. Hát akkor puff. Hölgyeim és uraim, ez hatalmas, epikus csata volt. Viszont valami királycuccot összeszedhetünk. Nekromanta jele. Ezt már ezerszer olvastam, fogadjunk. Nekromanta jégcsapás tél köre varázslat erősebb lesz. Ez nem is rossz. Gyakorolt bűbájosság! Ez kell, mert nagyon király varázslataink vannak. Jó! Megvan még egy... démon
cuccunk, amit majd itt szépen elkezdhetünk felélni, de ez egyelőre nem fog megtörténni. Majd a következő részben, igen, tudom, kicsit rövid volt, stb. Próbálok visszaszokni. Remélem, élveztétek. Lesz még ilyen természetesen, hiszen ennyire tetszik nektek, akkor semmiképpen sem fogom abba hagyni. Hogyha tetszik nektek, esetleg most látjátok először, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Én Axmart voltam, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!